Bár az árvíz sújtott a területek nagy része fellélegezhetett a hét közepétől, azért még mindig vannak olyan területek, ahová beszorult a víz, vagy ahol bőven van még mit takarítani. Szerencsére a legmagasabb vízszint nem érte el a 2013-as rekordszintet, de a károk mértéke így is jelentős. Sokan elfelejtik, vagy nem foglalkoznak azzal kellően, hogy a takarítás és a fertőtlenítés legalább olyan fontos, mint a védekezés. A mezőgazdasági területeknek a nagy része még víz alatt van, tehát még mindig 200 hektár fölött van. Az önkormányzatok és az állami védekezésben résztvevő hatóságoknak az együttműködése példás volt az elmúlt időszakban, ez érvényes a főváros és a fővárosban védekező vízügyes szakemberek együttműködésére is. Pontosan egy hete jártunk itt, akkor itt gyakorlatilag mindent víz fedett. Igen, igen, egész a lépcsőig. Szerencsére apad a Dunának a vízszintje. A fertőzés veszélye és a fertőző források jellemzően ilyenkor szoktak bekövetkezni. Az egyetlen előnye ennek az árvíznek, hogy itt új helyi közösségek kovácsolódtak. Amikor árvízről beszélünk, akkor folyó kilép a medréből, és mindent, ami az útjába kerül, összeszed. Tehát igazából nem egy folyóvíznek, hanem egy szennyvíznek kell tekinteni. Homokzsákokat szállítanak el a Margit-szigetről, szivattyúzzák a vizet a házak pincéjéből a római parton, mossák az utakat a rakparton. A fővárosi közműveknek több mint 500 000 homokzsákot kellett elszállítani. A rakpartról csütörtök reggelig több mint 20 tonna hulladékot szállítottak el. Pontosan egy héttel ezelőtt jártunk Gábor és édesanyja otthonában Kisorosziban. A kertjükből gyakorlatilag semmit nem lehetett látni, teljesen elöntötte őket a víz. Ugye amikor az árvíz van, akkor mindenki a védekezésre koncentrál, és én nagyon örülök, hogy kijöttek, mert a kárelhárítás, a fertőtlenítés, az utómunkák az legalább olyan próbálóak, mint maga a védekezés. Ugyan a víz már levonult, az iszap itt maradt. Nézzék a növényeket, fákat, kerítést, mindent iszap borít, ami ráadásul ilyenkor fertőző. Gyöngyi nem is nagyon járkál a kertben addig, amíg egy alapos eső meg nem tisztítja udvarát. Itt most szerencsénk volt, mert ugye fiam biztos, mint a... 2013-ban ott igen, volt. Igen, ott rezgett nagyon a léc. Rezgett a léc. Hát még látni, hogy vizes, igen. A föld. Igen. Hát szerencsére ugye az állatokat föntebb lehet rakni, és ahol, hát itt, aki állattal foglalkozik, annak a legnagyobb probléma, látták önök is, hogy hova teszi, mi lesz vele, hogy eteti. Mert ugye most nagyon sok mindent gondolom el is vitt a víz, a bálákat. Hát persze. Igen. És ez az, amit ha beszedem, az a baj, ha ott hagyom, az a baj. Emberi fekália, állattetemek, szemét, vegyszerek kerülhettek be az árvíz sújtotta területekre, és amit ritkán említenek, maga a talaj. Mert hogy a talajban is vannak olyan baktériumok, amikkel nem jó érintkezni, például tetanusz baktérium. De emlékezzenek vissza a párizsi olimpiára. Még nem is kell, hogy áradjon egy folyó, ha be tud folyni a szennyvíz, akkor ott már olyan baktériumok tudnak elszaporodni, amelyek rendkívül károsak lehetnek a szervezetre. Ráadásul vírusokat is el lehet kapni, mint például a hepatitis A-t. Így a védekezés után a takarítás és a fertőtlenítés a legeslegfontosabb feladat egy árvíznél, ami hetekig is eltarthat. Az árvíz az nem egy egyszerű folyóvíz, az mindent összeszedett, amit csak tudott út közben. Tehát ez egy, igazából ezt egyfajta ilyen szennyvíznek, vagy esetleg egy olyan szennyvíznek lehet tekinteni, ami ártalmasabb, mint a normális szennyvíz, mert Isten tudja, hogy mi kerül bele. Tehát különféle vegyszerek is belekerülhetnek. És a szennyvíz, ugye akkor az a legkevesebb, hogy ne üljünk belőle, tehát mondjuk nyilván nem jut eszébe senkinek, viszont megfertőz.
Tehát megfertőzi azokat a tárgyakat, amikkel mi dolgozunk, amit mi használunk mondjuk a konyhában vagy bárhol, megfertőzheti az élelmiszereinket, hogyha mondjuk olyan területre jön ki, ahol gyümölcsöket, zöldségeket termesztettünk, megfertőzheti az udvart, ahonnak majd bevisztük a cipőtalpa, vagy bárhol a lakásba, és utána mondjuk a bélcsatornába kerül, vagy a szembe, vagy valami seppfelületre. Tehát az árvíz az egy olyan szennyvíznek tekinthető, ami egy veszélyforrás. Ráadásul, ha tartósan jelen van a kiöntött árvíz, akkor a szúnyogok is elszaporodhatnak, amelyek további vírusokat hordozhatnak, és akkor még nem beszéltünk a rákcsálókról, amik szintén terjeszthetnek kórokozót. Mi úgy álltunk hozzá, hogy megpróbáltunk mindent megtenni, ők meg úgy álltak hozzá, hogy bíztak abban, hogy sikerül. És ez egy jó dolog volt így. Molnár Csabával, kisoroszi polgármesterével előző héten autóztuk végig a falut. Akkor mutatta meg nekünk, hogy a mezőgazdasági területek nagy része víz alatt van, és lesz is még egy jó darabig. Ahogyan a riport elején hallhatták, még most is több mint 200 hektár terület van víz alatt. Az árvíz mostani ideje, szeptemberi árvízi idő, ez a mezőgazdaság szempontjából a lehető legjobb a rossz tekintetében. Tehát most volt kint a legkevesebb termény még, ami el tudott ázni, illetve a legkevesebb vetés volt bent a földbe a jövő év tekintetében. Ugye benn voltak a repcevetések, ezek elmentek. És benn volt még az a szója, vagy kint volt még az a szója, amit nem lehetett leszedni, mert még nagy volt a víztartalma, az szintén elment. De a kukorica már lejött, a napraforgó lejött, értelemszerűen korábban a búzarepce már lejöttek. Tehát ebből a szempontból a lehető legkevesebb kár érte a gazdálkodókat, de így is jelentős. Tehát mondjuk ugyanez, én megéltem azt 13-ban a júniusi víz, azt a gazdálkodási évet majdnem 100%-ba elviszi. Péter a római partot mossa már harmadik napja. A büfé tulajdonosok azt mesélik, még mindig jobban jártak, mint 2013-ban, de a kár így is hatalmas. Ebben a büfében sok mindent javítani kell. Miután visszahúzódik az árvíz, az elárasztott helyiségekből azonnal ki kell szivattyúzni a vizet, hiszen a víz penészesedést okozhat, ráadásul az épületek szerkezetét is roncsolja. Az se jó viszont, ha túl hirtelen szivattyúzunk, mert akkor meg a falak repedhetnek meg. Itt hiába szivattyúztak rögtön és azóta is folyamatosan, mégis annyira roncsolódott az épület szerkezete, hogy sokkal több javításra szorul majd a következő szezonra, mint amivel eredetileg számoltak. Most azt csináljuk, hogy a szilárd felületeket, meg a nyári tábor helyszínét lemossuk a felületeket vissza a vízbe, aztán majd később fertőtlenítünk. Tehát ezt a hígiszapot, ami lerakódik, ezt most könnyű eltávolítani, később sokkal nehezebb lenne. Az iszapnál még arra is figyelni kell, hogy nehogy puszta kézzel belenyúljunk, mert rengeteg éles tárgy üvegszilán kerülhetett bele. Mélységesen együtt érzek azokkal, akiknek vállalkozása, lakóháza, pincéje vagy egyáltalán a kertje elárasztásra került. Ezek tényleg nagyon súlyos forintban mérhető összegek, rengeteg a költség, és gyakorlatilag hát az idegenforgalmi, vagy hajós, vagy vendéglátói szezont, ez mondhatni szinte be is csukja ez az árvíz. Én nem mondom, hogy erre jó készülni, vagy erre az embernek kellemes elkölteni pénzt, de ez egy 5-10 évente előforduló dolog. Erre társadalmi összefogás a válasz. Mint Péter mondja, az árvíz egyetlen előnye az volt, hogy új helyi közösségek kovácsolódtak. Látott együtt homokzsákolni két teljesen ellentétes pártot is, látott önkéntest vállalkozásoknak besegíteni. Szerinte fantasztikus az, amikor a társadalmi politikai ellentétek ennyire el tudnak tűnni egy nehéz időszakban. 2013-ban 2200 kárbejelentés érkezett a biztosítókhoz, a becsült kár megközelítette az 1,3 milliárd forintot. A több száz termelőnek több mint 2 milliárdos kára keletkezett, és ehhez mindent hozzászámolva összesen 8 milliárd forintnyi pusztítást okozott az árvíz. Akkor Magyarország nem kapott segítséget az EU szolidaritási alapjából, mert az Európai Bizottság úgy látta, hogy az okozott árvízkár nem elég jelentős. Az Európai Bizottság elnöke most viszont 10 milliárd eurós segélyt ígért a kelet-európai országoknak, hogy támogassa az árvízi védekezést és újjáépítést. A támogatás minden érintett ország, így Magyarország számára is elérhető. A Európai Uniós árvízvédelmi segélyösszeg az olyan, mint a kutya vacsorája. Jobb, ha az ember nem számít rá, de ha adják, megköszönjük. A fontos dolog, ez egy
társadalompszichológiai dolog, hogy szokjunk hozzá mi magyarok mindannyian ahhoz, hogy csak magunkra számíthatunk, mi egyedül. Sinn Féin, azt is mondhatnám, hogyha rokon népeket keresek, amit mi megoldunk, az megvan oldva, amit nem tudunk megoldani magunk, azt senki nem fog helyettünk elvégezni. Már újraindult a forgalom, itt a római parton még hetekig is eltarthat az, amíg az élet, ahogyan a Duna is, visszatér a normális medrébe. Szavazzon! Ön szerint a kormány jól vizsgázott árvízvédelemből? A Heti Naplóban Török Réka riportját látták.